Kitűnően görgetik eddig Bonizni egyébként, ahogy görgetik a kerekeket is. Ügyesnek a lányok. Érzem magamat, hogy Hoppa 9-3-os egy kicsit megbillen, de úgy látom, hogy ott a pálya szélén van szépen. Kicsit lejt a pálya én szerintem. Szalomba visszafelé is ez a kérés. Hát egyszer, appá földül jött a kicsit. Ez nagyon szoros lesz a befutó. Támasszátok neki, akkor van vége. Támasszátok, bravo, ügyesek vagytok, bravo. 9-3-as, harmadik a 94-es. Szerintem a 94-es is elgondolkodott az ajánlaton. Szerintem is elgondolkodott. A barátja is elgondolkodott az ajánlaton. Hát jó lenne egyébként, hogyha most innen nős férfiként mennék. De akkor a szüleim is büszkék lennének. Szerintem egyébként is büszkék. Hát nem mondanám, mert már Magyarországon azt hallottuk róla, hogy kicsit homokos lenne. Nagyon jó volt. Ez az Eurovízió miatt. Próbáltak, hogy ilyen szép gyerek átérni, mert maradtak az ifjú utitárok, vagy már ők is? Ifjú parasztok! Kereken burítanak! Mind a négyen! Akik az előbb fűrészeltek! 70-es számú Jimmy, akinek nem is az Jimmy. A neve! Te is gyere! Gyerünk Jimmy, ebben talán több szerencséd lesz! Zámbó! És az élet Jimmy! Egy jó asszony minden megbocsát! Nos! Egyik bíró, másik bíró, harmadik, negyedik, megvagytok mindannyian. És a birka is. Akkor Robi, indíthatjátok a futamot. Közülük fognak kikerülni, hogy a... Na jó, azt előrökeztem. Közülük lesz a legnagyobb ifjú paraszt. Valamelyikük. Dobogós is biztos. Főborítottak, nem probléma. Jimmy, én, gyere, ha ma visszafelé szalomba, Jimmy. Most már a pillanatban megérti az első, és majd nem. Most ki az első? Vigyázzatok! Nagyszerű, gratulálok, nagyon jó ízlet. Az elsőként, mert hogy valaki megérkezett, aztán a kerék meg utána jött meg, szóval ez ilyen érdekes kép volt. Na most még ezen összeveszés is lesz, ajaj. Ja, nincs.